A karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskola mindhárom tagintézményében zajlik a távoktatás. A digitális munkarend kihirdetése után az első feladat az volt, hogy a szülőket telefonon, e-mailen tájékoztatták az osztályfőnökök a megváltozott helyzetről. Ezután nyilatkoztak a szülők, hogy mennyi és milyen digitális eszköz áll a rendelkezésükre, van-e internet, mondta Plusz Csilla, intézményvezető. Az Erkel Ferenc tagintézmény valamennyi pedagógusa gördülékenyen vette a digitális oktatásra való átállást. 100%-os volt az IKT park otthon a gyermekeknek, és ott mindenféle gond nélkül beindult a Messenger Video Chat alkalmazás segítségével az élő online óráknak a rendszere. A pedagógusok folyamatosan tartják a gyerekekkel a kapcsolatot, és muzsikától hangos az internet, hiszen így személyes kapcsolatot tudtak kialakítani a képernyőkön keresztül. A kiskulcsosi tagintézmény több háztartásában csak okostelefon van. Néhánynál csak egy, így több gyerek is azt az egyet használja, ami gondot okoz. A kiskulcsosi tagintézményünkben, az általános iskolai tagintézményünkben is a gyerekek többségének van IKT eszköze, bár ott egy kicsit már nehezebb, hiszen vannak olyan családok, ahol több gyermek van, és ahol csak egy okostelefon van, az némi nehézséget okoz. De itt is beindult a digitális oktatás, és a gyerekek, illetve a pedagógusok, a szülők ezeken az eszközökön keresztül tartják a kapcsolatot. A házi feladatot a Kréta felületen jelölték ki az osztályfőnökök. Együttműködőek a szülők is, és a gyerekek is. Azt mindenképpen el kell mondanom, hogy az osztályfőnökök azért összefogják az osztályközösségeket, hiszen megalakultak a különböző osztálycsoportok, akiknek a főnökei az osztályfőnökök, és rászól a gyermekre akkor, hogyha még nem teljesített valamit, hogy légy szíves, akkor ezt tedd meg, és küld be, beszélget velük, hogyha problémájuk van, gondjuk van, tehát nem szakadtak el a pedagógusok a gyerekektől, csak éppen más helyen vannak, és online tudják a kapcsolatot tartani, és a szülők pedig a Kréta rendszeren keresztül is tudják a feladatokat követni, hiszen ott minden esetben felkerülnek a házi feladatok, és ha belép a szülő, hiszen mindenkinek van egy belépési kódja, akkor ott meg tudja nézni, hogy melyik tantárgyból éppen milyen aktuális feladata van a gyermekének. A Kovács Mihály tagintézményben sok tanulónál hiányosság merült fel. A felsősöknél van telefon és internet, de asztali gép, laptop nincs. Az alsósoknál a szülőknek van csak telefonja, így a nevelőtestület az analóg alapú távoktatást választotta. A Kovács Mihály tagintézményünkben sajnos egy kicsit rosszabb volt a helyzet az IKT eszközpark ellátottságban. Itt az analóg módszert választottuk a távoktatás megvalósítására. Itt hetente kapnak a gyerekek feladatot. Minden gyermek egy borítékban megkapja a tantárgyakból a feladatot. Minden héten hétfőn ez kiosztásra kerül, és egy hét múlva hozzák vissza a teljesítendő feladatokat. Ugye mindennek alapja most is a tankönyv, a munkafüzetek, illetve a kiadott feladatok, de a kollégák minden esetben digitális ajánlásokat is adnak, ami segíti az otthoni tanulást, a tananyagnak a jobb elsajátításán, és minden gyermek keresheti a pedagógust e-mailen, vagy messengeren, vagy telefonon, hogyha gondja akad az otthoni feldolgozás. A visszaérkező anyagokat, feladatokat a kollégáim fogadják, maszkban, kesztyűben a higiénés szabályokat betartva, és ezek a visszaérkezett feladatok, a borítékok egy hetes karanténba kerülnek. És egy hét után a szétosztásra kerül a pedagógus kollégák között, és javítják a feladatokat. Tehát ilyen módon sikerült megoldanunk a Kovács tagintézményben a távokat.